Hölgyeim és uraim, sok szeretettel köszöntöm Önöket a színjátszó kategória délutáni előadásai. Az első produkciót az Aktor csoport adja elő, a csoport a szerző és az Okos Lány című darabot fogják látni. Mindazonáltal a helyzet szofisztikája olyan, hogy a kulminális, hogy nem egyezik meg a morális egzisztenciával. A mobiltelefonokat kérem, kapcsolják ki. Ez a darab, amit mi magunk állítottunk össze, ez egy nagy borulási előadásra készült, és ebben az előadásban olyan erős és olyan fátor, mint egy kakas. Úgy egy kis kakasok. Mutasd meg!
milyen kapos vagy ez az... Hát, tehát az Isten nem teremt egyformán, neked meg csak egy ilyen buta kis tyúkocskát áldott. Ez van, így kell élni, ugye pikám, mert olyan erős az én fiam, meg olyan gyors, meg olyan ügyesen tereget, mint akár egy bika. Bezzeg a te kis balrámod, azt se tudja, mi az a csita. Ugye kicsi fiam, mert nekem van egy erős karom, ugye milyen erős vagy. Neked meg mit van? Két szépen lábad. Nekem egy gyönyörű arany szerencsém volt, neked még egy üres köcsögöd. Köcsög! Anya, köcsög vagy! Na jó,
Thank you.
édesanyám, ugye te is látod, hogy az ünokom lát. Lányom, hisz oly fehér a keze, lányos a tartása. Én szeretlek. Mondtam, hogy ne sokkold a gyereket. Most foglalkozhatom ezzel is. Fiam, ha nem vagy biztos benne, tedd próbára. Én is ezt tettem apáddal. Kiállta a három próbát, és mégis mi lett belőle? Jó próbára teszek be, hogy? Hát mit szeretnek a férfiak? Ne apádra néz! Kertészkedni. Mondtam. Nőzni. Vívni. Nőzni. Udvarolni. Mondtam, hogy nőzni. Vívjuk. De édesanyám, én nem vívok egy lányjal. Hát nem vívok, hozni vagy. Kardot! Thank you.
pénzzel.